effektíve fordítod a pankrációt. Ó, igen. Ismerted előtte? A pankráció fordításába úgy kezdtem bele, vagy úgy kezdtünk bele pontosabban, hogy Kemedi Balázs, az Aktív Stúdió munkatársa felhívott, hogy lenne egy sorozat, ami heti adás lenne a televízióban, nincs hozzá leírt angol nyelvű szkript, hanem le kellene hallgatni, és hogy ez egy ilyen pankrációs dolog. És én, mint fordító, nagyon sokat dolgozom együtt, mondhatni, ilyen állandó páros vagyunk Hangos Danival, aki szintén szinkronizál, és egyébként ő is szokott fordítani, pontosabban mi így együtt szoktunk fordítani. És kérdezte a Balázs, hogy ezt elvállalnám-e, és mondtam, hogy abban az esetben vállalom el, hogyha a Danival együtt dolgozhatunk. És beszéltünk a Danival, ő sokkal jobban otthon volt a pankrációban, mint én, ami számomra azért volt meglepő, mert mi régóta vagyunk nagyon-nagyon jó barátok, és én erről nem tudtam, hogy ő ennyire rajongott a pankrációért, neki rengeteg könyve volt ezzel kapcsolatban otthon, és ugyanúgy, mint én, a 90-es években, még a Kábel, Super Channel, Sky Channel korszakban néztünk pankrációt. És ahhoz képest nagyon érdekes volt meglátni, meg megtapasztalni, hogy mennyit változott a pankráció azokhoz az évekhez képest mostanára. De nagyon beleástuk magunkat mind a ketten. Ja igen, az még fontos megemlíteni, hogy a csatorna kérése volt, hogy a különböző kifejezések, ilyen akár pankrációs vagy birkózó kifejezések, meg ha valaki esetleg nem ismeri a pankrációt, ott mindenféle pankrátornak vannak mozdulatai, és ezek a mozdulatok különböző nevek alatt futnak, és általában ezek ilyen vicces, vagy ilyen nagyon beszélő nevek, amelyek aztán így hozzá is tapadnak nagyon a pankrátorhoz. Na, a lényeg az, hogy a csatorna kérése az volt, hogy ezek is legyenek lefordítva, úgyhogy mi nagyon-nagyon sokat dolgoztunk a Danival azon, és dolgozunk a mai napig, hogy ezek jók legyenek, ezek a nevek, meg gondolkozunk rajta, hogy lehetne jól áttenni a magyar fül, meg a magyar hallgatók számára. Én nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Lesz pankrációs gála, pontosabban mire a nézők ezt látják, addigra már volt pankrációs gála Budapesten, amit nagyon várok, mert élőben még soha nem láttam, de nagyon kíváncsi vagyok rá. És akkor erre Danival ketten mentek. Igen. Nekem föl vannak ide írva különböző mozdulatok, figurák nevei, ezeket végigvetjük, hogy emlékszem rá vajon. Az angol kiejtésem nem a legjobb, mert én németet tanultam. Megpróbálom jól mondani, volt a spear, ami faltörő pos volt, és később simán faltörő lett. Igen, ez egy olyan mozdulat, ahol az egyik pankrátor nekifutásból így beleszáll a másiknak a felső testébe, és hogy miért lett ez faltörő. Ugye ott a mozdulatból indultunk ki, hogy tulajdonképpen mint egy ilyen faltörő kos neki megy az egyik a másiknak, és olyat szerettünk volna. A faltörő kos az nagyon-nagyon hosszú volt, és aztán ezért döntöttünk úgy, hogy legyen rövidebb, de még így is érthető. Ráadásul ilyen szempontból kicsit játékosak, hogy faltörő, tehát hogy áttöri bele a falat, nem csak a faltörő kos, hanem maga a mozdulat, meg a látvány is olyan, úgyhogy ez azért lett ez. Akkor volt a Starship Band, fájdalomhűhajó. Igen. Az a mozdulat szerintem nagyon rövid ideig volt, úgyhogy nem emlékszem pontosan, hogy mi volt maga a mozdulat. Igen. Kokeszlem? Folytódobás. Chokeslam. Igen. Az egy olyan mozdulat, ahol az egyik pankrátor így nyakba ragadja a másikat, így felemeli, és aztán így levágja a földre. És ugye itt tulajdonképpen arról van szó csak, hogy szintén az, amit látunk, meg amit az eredeti szavak is takarnak, hogy szinte megfojtja a másikat, és így levágja a földre.
volt még a drop kick, a dobbantórugás. Aha. Igen. Ennek ugye többféle változata is van. Ez szintén azért lett dobbantórugás, mert itt a pankrátor fölugrik a levegőbe, és tulajdonképpen ilyen vízszintesen rúgja meg két lábbal a másikat, és valami olyasmi jutott eszembe, hogy én ezt nem tudnám megcsinálni, csak akkor, hogyha a dobbantó lenne alattam, amit annak idején a tornaórákon használtunk, és akkor ezért lett, hogy ugye, mint hogyha így dobbantan a földre egyet, és akkor így beleszáll a másikba. Ez azért lett dobbantórugás. Van még a Trouble in Paradise. Trouble in Paradise, igen, az a Kofi Kingstonnak a mozdulata. A zűrzavar a paradicsomban. Igen. Egy az egyben. Mindig keresünk olyan dolgokat, és nem tudom, hogy neked fel van-e írva, de az egyik legnagyobb, vagy legismertebb, legnépszerűbb pankrátor, a John Cena-nak van egy Attitude Adjustment nevű mozdulata, ami ugyanállam például magatartás módosító lett. És túl azon, hogy ezeket a mozdulatokat nagyjából szó szerint, vagy jelentés tartalmában lefordítjuk, és azért is említettem a John Cena mozdulatát, és a Kofi Kingston-ra ez szintén igaz, hogy próbáltunk olyanokat keresni, ami jelentés tartalmában nyilván megegyezik, de ugyanakkor meg így magyarul is jól hangzik. És ezt nyilván nagyon-nagyon nehéz megítélni, de a John Cena mozdulatánál ugye ez az attitude adjustment, fontosnak tartottuk, hogy a magyarban is megmaradjon ez a fajta MM, tehát hogy magatartás módosító, ha már vagy áldatiben nem tudtunk olyat találni. Tehát akár jelentésében, akár így képében is hasonló maradjon. Szerintem az űrzavar a paradicsomban is jó hangzik. Szerintem is jó. Van még négy, a Go to Sleep, söprés aludni. Aha, igen, az a CM Punknak volt a mozdulata. Tombstone sírkületétel. Igen, Tombstone Pie Driver. Igen, az Undertaker nevű figurának volt az egyik legelterjedtebb mozdulata, vagy róla ismerték, és ugye ő, mint a halott, aki a sírból jön vissza, stb. Ezért lett sírkületétel a Rock Bottom rockbankártya. Igen, igen, a Drucknak a mozdulata, a Rock Bottom, az pedig azért lett rokkant kártya, mert ugye ez a játék benne van az eredetiben is, hogy a Rock neve benne van, és ezt szerettük volna mindenképpen megőrizni, úgyhogy mivel teljesen elintézi vele az ellenfelet, és ezt a jó szót találtuk rá, hogy rock, és akkor legyen rokkant, és akkor viszont rokkant kártya, ez ilyen sokat mondó. És volt még a Crossing Palm Breaker. Azt hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, mert nem vagyok annyira otthon a birkózásban, de azt hiszem, hogy ez a birkózásban is egy létező fogás, meg fogalom. És ezeket Hombos Dániel-el együtt találtátok ki? Uh-huh. Igen. Ezek közös szellemi termékeink. És említetted, hogy lehallgatással fordítjátok. Mennyi idő például megcsinálni egy gálát, vagy egy összefoglalót? Ugye itt csak nagyon röviden szétválasztva dolgokat. Van a pankráción belül, amit a Viaszathat megvásárolt, az a Nyerserő című hétfői adásuk, ami eredetiben 3 órás, és ebből mi kapunk egy 45 perces vágott verziót, illetve amit még megvásároltak, az szintén egy ilyen 45 perces összefoglaló, ami a hétfői adáson kívül az összes többi adásnak az összefoglalóját tartalmazza, ami még a WWE lead. És ezen kívül pedig a WWE-nek minden hónapban van egy nagy-nagy rendezvénye, amiből a legismertebb a WrestleMania, ami minden tavasszal van, de minden hónapban van egy-egy ilyen nagyobb gála, aminek különböző elnevezései vannak. A gálákat azokat mi egy az egyben kapjuk meg, tehát azok eredetiben is 3 órások és körülbelül egy
abban is van egy vágott verzió, de az kb. 2,5-3 órás. És azt hozzá kell tennem, hogy a heti adásokat azt már nem csak ketten fordítjuk a Danival, mert amikor bejöttek a gálák, mivel mindannyiunknak különböző elfoglaltságai vannak, ezért kerestünk egy fordítót, aki tud nekünk segíteni ebben, és nagyon szerencsések voltunk, mert rátaláltunk Závodi Petire, aki most már 4 éve segít nekünk a fordításban, és hát egy 45 perces rész lefordítása az körülbelül 2 napot vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy az ilyen 4-5 napi munka megcsinálni a részt, tehát a hétfői adást, azt a 45 percet és az összefoglalót, és ezen kívül, hát a gálákat azt úgy tudnám számolni, hogy az körülbelül 2-3 nap, mire megcsinálja az ember, tehát ez nekem körülbelül 2 hét az adásokon kívül. És akkor az egész napi elfoglaltság? Igen, az egész napi elfoglaltságot azt úgy mondanám, hogy ez körülbelül napi olyan 6-7 óra munkát jelent. A pankrációban a hangalámadásod is volt. Ó, igen, az egyik bemondó én voltam az összefoglaló adásban egy ideig, és aztán utána ő kommentátor lett, és akkor pedig kommentátor is voltam egy ideig, igen. És most már nincs benne? Nem, nincs. Ha jól emlékszem, akkor másfél évvel ezelőtt, valamikor 2014 nyarán távozott a WWE-től. És milyen volt a saját szövegeddel, vagy közös szövegetekkel dolgozni? Nagyon jó, mert nagyon-nagyon jó szöveget írtunk, és... De komolyan, egyébként nyilván sokkal könnyebb, mert én tudom, hogy milyen ritmusban írtam meg a szöveget, és hogyha még azon a Dani változtatott is, vagy valamit másképp írt, akkor is nagyon jól ismerjük egymás gondolatmenetét. Tehát ilyen szempontból könnyű volt a munka, nagyon nagy. Én szeretem a saját szövegemből dolgozni, tehát biztos. Szokták mondani, hogy Dani mindig ír valamit a szövegkönyvbe, hogy jobban megértsék. Ez neked is szokásod? Nekem kevésbé, mint a Daninak. De nem tudom. Nyilván különböző dolgokra kapjuk fel a fejünket ilyen szempontból, hogyha valami nagyon nem érthető, akkor arra oda szoktam figyelni, hogy azt megmagyarázzam a stáb tagjainak, hogy miért azt írtuk, vagy miért úgy írtuk, vagy hogyha említenek valami olyan amerikai politikust, tévés személyiséget, bárkit, akit Magyarországon annyira nem lehet ismerni. És mint mondtam, nem elvárás, hogy mindenki minden dolgot ismerjen. Ezért általában oda szoktuk írni, hogy ki ez az ember, miért mondják, miért így hangzik el. Ezt azért is tartom fontosnak, hogy sokkal meggyőzőbben tudsz elmondani egy olyan szöveget, amit valóban értesz, mint amit nem tudod, hogy ki ez az ember, nem tudod, hogy miért mondják, miért említik itt, stb. Ezt fontosnak tartom. És remélem a státoroknak is segítség. Előszokott fordulni, hogy ilyenkor kicserélik egy magyar közszereplő nevére, hogyha olyan amerikai vagy angol név hangzik el, amit nem ismerünk. Erről mi a vélemény ez, hogy meddig van az a határ, ami megengedhető egy fordításban? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, szerintem ez ízlés kérdése. És én valahogy úgy vagyok vele, hogy nem szeretem szinkronban, vagy akár egy hangalámondásban nem szeretem ezeket kicserélni. És erről hallottam egy érdekes elméletet, amit teljesen el tudok fogadni. Feliratban talán ez a dolog ilyen szempontból megbocsátható, de csak azért, mert a felirat jobban elidegenít a filmtől, tehát hogy nem azt látod, hogy az a szereplő mondja ki konkrétan azokat a szavakat, vagy azokat a gondolatokat, hanem feliratban látod, hogy körülbelül, szóval ezt mondja. Tehát
feliratban szerintem ez a fajta csere a megértést segítheti. Szinkronban ez az én egyéni ízlésem, hogy én nem annyira szeretem, vagy nem annyira tartom szerencsésnek. Úgyhogy inkább meghagyom eredetiben, vagy én inkább meghagynám eredetiben, és azt gondolom, hogyha valaki felkapja a fejét, vagy szeretne jobban tehát nézőként, ha szeretné jobban megérteni, hogy ezt miért mondják, vagy miért így mondják, akkor ott az internet is így tanul. Mondjuk a könnyű lőcske és a falatpérre karácsony az nehéz volt abban a szempontból, hogy egy könnyedebb műfaj. A vígjátékot azért nehéz talán fordítani, mert azok a nyelvi poénok, amik az eredetiben benne vannak, ugye azokat kell átültetni magyarra, és ez nem mindig annyira könnyű feladat van, hogy az embernek gondolkoznia kell rajta, tehát hogy hagynia kell, hogy így megéljen benne a megoldás. Ugyanakkor erre nem mindig van idő. A könnyű nőcske és a kalandfélke karácsony között a különbség az, hogy a könnyű nőcskét azt egyedül fordítottam, ez egy ilyen kivételes dolog volt, a kalandfélke karácsonyát meg szintén a Hanvas Danival fordítottuk együtt. Ő a segítségemre volt abban, hogy szinkronra írja a szöveget, és mondom, a vígjátékok nehézségét fordítási szempontból azon kívül, hogy az eredeti nyelvi poénokat át kell ültetni magyarra, talán még az adja, hogy általában egy vígjátékban sokkal többet és sokkal sűrűbben beszélnek, mint mondjuk egy ilyen drámai filmben, tehát ott sokkal többet kell írni. És el is szokott fordulni, hogy szövegíráskor valaminek utána kell nézned az interneten? Van, persze. És általában rendre utána is nézek, és remélem, hogy megtalálom a megoldást rá. Persze, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Szerintem nem elvárás, vagy legalábbis részemről nem elvárás, hogy egy fordító mindent tudjon, és mindennel kapcsolatban képben legyen, de szerintem ezért is nagyon jó, hogy az internet korszakát éljük. És tulajdonképpen az interneten mindennek utána lehet nézni. És megvizsgálni, hogy valóban jól gondolom, meg valóban úgy van, meg valóban arra utalnak-e, amire én gondolok. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból jó is ellenőriznie magát néha az embernek. A Beyblade-ből nagyon emlékszem a hasíts bele felkiáltásra, amivel elindították ezeket a férgék. Márkát a balfék körzet után csináltuk, és ugye két sorozatnak teljesen más a stílusa. Úgy szoktuk megoldani, hogy a sorozat végén tartok egy ilyen sorozat záró bulit, és akkor azzal búcsúztatjuk el, meg azzal köszönjük el tőle.